Az Európát és a világot bejárt pécsi énekegyüttes a Vivald Bacchus teremtett vidám hangulatot a zenés nyári esték negyedik fellépőjeként. A formáció saját versekkel, illetve híres magyar költők különböző stílusirányzatban megzenésített, borverseivel szórakoztatta a közönséget. A művelődési ház udvarán a bordalok és a népi folklór mellett jazz, blues és rock'n'roll zene is felcsendült. A stílus kavalkádról és bordalaikról híres a Kapella énekegyüttes 21 évvel ezelőtt egy kórusból jött létre. Volt egy kórusnak egy boros repertoárja, és akkor azt alkalmazva kitaláltuk, hogy így páran is elkezdünk így ezzel kapcsolatban tevékenykedni, és hát a bordalak, mint műfajnak új stílus irányzatokat próbáltunk megteremteni saját szerzeményekkel. De mivel, hogy ugye a 21 év ugye nagyon sok irányba sodort minket, úgy is, mint stílusbeli különbségek, és úgy is, mint akikkel együtt tudtunk közreműködni, azoknak a meghatározó elemei is megjelennek most már így a teljes koncertjeinkben. Az alapfelállás az 4 tag volt, és amikor tagfelvételre került sor, akkor hát annak igen nyomós oka kellett, hogy legyen, de például a ritmus szekció beatbox jött be ugye az éneklés mellé, ami így hangzásban nagyon felfrissített az együttes, ez konkrétan 10 éves tevékenység után bővültünk. Maga a Vivald Bacchusnak a koncertje egy teljes stílus kavalkád, amit még majd, hogy nem összevisszaságnak is lehetne, mert tényleg a komoly zenétől a könnyű zenéig minden megtalálható benne, pontosan azért, hogy egy adott közönségbe mindig találjon valaki magának olyan zene számot, dalt, ami neki ő különösen tetszik. Az énekegyüttes tagjai több hazai településen, illetve külföldön is jó hangulatot teremtettek már koncertjeikkel, Berettyújfalu azonban most lehetett először részese az élménynek. Mi azért számolgattuk, hogy 1000 fölött van a települések száma Magyarországon, ahol mi jelen voltunk. Berettyújfalu az nekünk még eddig kiesett, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ide eljutottunk, és pont ebből kifolyólag is kíváncsian várjuk mi is a közönség reakcióját, mert ugye itt mi velünk még nem találkoztak az emberek. Most, hogyha valaki azt mondja, hogy bordal, meg énekegyüttes, tehát biztos vagyok benne, hogy nem arra fog asszociálni, amit mi itt ma nyújtani fogunk, illetve szeretnénk. Általában mindig pozitívan fogadnak minket. Nyilván van egy olyan kis távolságtartás, meg helyben toporgás, amikor megérkezünk egy olyan helyre, ahol még nem ismernek minket. De aztán a műsor után meg, hát ott meg már megy a nagy partizás, meg örülnek, hogy nagyon jó volt, meg szép volt. De a külföldi közönség az annyiból érdekes számunkra, hogy gyakorlatilag a mi műsorunk a magyar embereknek szól. Mert mi zenei stand-upot próbálunk, tehát nem csak éneklünk, hanem sztorikat is mondunk el, ami a dalokhoz tartozik, ami a mi életünkből való. És ezek a általában vicces szituációk a magyar embernek, ők értik meg azokat a poénokat. Ennek ellenére például Ukrajnában voltunk, én Ivano-Frankivskban, ahol olyan produkciót adtunk, amikor egy tolmács fordított. És hát azt is elmondhatom egész nyugodtan, hogy ott adtuk el a legtöbb lemezünket, mert mi se értettük, hogy miért, de ott annyira nagyon jól vette a közönség a lapot. De tényleg mondhatnám, tavaly évben volt szerencsénk kijutni Dubajba, a magyar állam küldött ki minket. Na, az is egy érdekes feladat volt, mert a magyar bor jó hírét kellett Márton napon népszerűsítenünk egy arab országba, akik híresen nem fogyasztanak alkoholt. Na most azért ezt mi megoldottuk, de ez így minden nem fog elmesélni ezzel kapcsolatban. Nagyon jó hangulatú koncerteket adtunk Dubajban is. Nem csak Dubajban, városunkban is sikerült egy remek hangulatú, nyáresti koncerttel megörvendeztetni a nagy érdeműt. A dalokat felvezető, humorral fűszerezett történetek minden néző arcára mosolyt csaltak, és a zenei kavalkád is magával ragadta a helyi közönséget.